Sziasztok, Demeter Attila vagyok, ez a Kisállat Lexikon nevű YouTube csatorna, mi vagyunk a túrázó, és hétről hétre izgalmas vidikkel várunk titeket. Ebben a részben a patkányok érdekes világát fogjuk megismerni egy sajátos szemszögből, a patkányok szemszögéből. Tartsatok velem, és megmutatom hogyan. A csatornapatkány, vagy vándorpatkány eredetileg Közép-Ázsiából, a Kaszpi-tó környékéről származik. Először Norvégiában írták le, innen a latin neve, Rattus norvegicus. Szürkületben este és éjszaka aktívak, ezek fénykerülő állatok. Rendkívül intelligensek, a top 5 legokosabb állatba benne vannak. Olyan illusztris társaság előzi meg, mint delfin, elefánt, csimpánz, holló. Szinte mindenhol megtalálhatóak, nagyon jól alkalmazkodnak a városi környezethez. Vannak olyan nagyvárosok, képzétek el, ahol több a patkány, mint az ember. Angliában egy emberre 2-3 patkány jut átlagban. Rágcsálók. Ezeknek az állatoknak folyamatosan nő a foga, rágcsálók, mindent megrágnak, a kábeleket, a fajtót és még a téglát is. A házakba simán be tudják rágni magukat a padlásról vagy a pincén, a falon keresztül is. Ezek az állatok szinte mindenhol megtalálhatóak a nagyvárosokban. Nagyon jól alkalmazkodnak a városi környezethez, nagyon jól megtalálják a számításaikat. Vannak olyan nagyvárosok, ahol több patkány él, mint ember. Ezért írtásuk kötelező számos nagyvárosokban. Nagyon jól tudnak futni, nagyon gyorsak, nagyon fürgék. 100 métert akár 10-11 másodperc alatt is képesek lefutni, persze nem úgy, mint ez a dagadt öreg patkány ott a képen. Nagyon játékos állatok, szeretnek és igénylik is a játékot. A milyen kis rendszeresen birkóznak, de labdával is szoktuk őket szórakoztatni, illetve abszolút patkánynak tekintenek minket, és együtt játszunk. Ez nagyon fontos egyébként, hogy a gazda és a patkány közötti bensőséges viszony még mélyebb legyen. Nagyon ügyesen másznak ezek az állatok, és helyből akár 1 méter magasra is fel tudnak ugrani. Nagyon jó, gondoskodó szülők, közösen nevelik a gyerekeket. Régen, amikor több patkányunk volt és tenyésztettük őket, akkor észrevettem, hogy több nőstény, akik egyszerre szülnek, összeszülnek, és 30-40 kis patkány volt egy kupacba, és az éppen arra járó anyuka szoptatta és nevelte a gyerekeket és gondoskodott róluk, sőt egyszer fehéregeret is betettem a patkányok közé, akik bizony felnevelték őt, úgyhogy ez az egér is maradt természetesen kis kedvencnek. 21 napig terhes mindössze egy patkánymami, másnap már fogamzóképes, és 5-15 kisgyereket tud szülni, a kispatkányok kopaszok, csupaszok, vakok és fogatlanok. A patkányok mindenevők, elfogyasszák a növényi és állati táplálékot egyaránt, és nagyon szeretik az ember, aki ugye egy nagyon pazarló élőlény. Az ember vonzás körzetében lévő kajamaradékokat is enni, ezért rengetegen vannak például kukák környékén, szeméttárolóknál, ahol az ember kidobálja jó kis kaját, és a patkányok ezen élnek, ezt teszik. A patkány az egyik leggyakoribb préda, mindenki szereti, nem úgy, mint mi, egy kicsit egyoldalú szeretet mondjuk a kígyók, macskák, görények, nyestek, rókák, borzók és nagyon sok ragadozó madár előtt. Nagyon-nagyon szeretik, úgyhogy az összes ragadozó imádja a patkányokat, patkányok nagy bánatára, ezért is ilyen szaporák. A patkányok nagyon rosszul látnak, viszont a szaglásuk és hallásuk elképesztően kifinomult. Több száz méterről képesek meghallani, illetve kiszagolni valamit, szoktam mondani, a patkányok az orrukkal látnak szinte. Egymás között pedig egyébként ultrahanggal kommunikálnak. Ezt lehet is hallani, amikor ilyen kicsit ilyen csipogó hangot adnak ki. Elképesztően tiszta állatok. Rendszeresen és sokat mosakszanak. A szülők rendszeresen fürdetik a kölykeiket, de a felnőttek is gyakran fürdetik egymást. Olyankor azt vettem észre, hogy akit éppen fürdetnek, az itt teljesen megadja magát a fürdetőnek, egymást tisztítják.
patkány az egyik legjobban tanítható állat a világon. Rengeteg trükkre megtaníthatóak, egy labirintusból ki evickélni egy patkánynak az szinte semmi, az neki nem feladat. Kosárlabdázni megtaníthatjuk őket, labdát visszahozni. Láttam olyan videót a neten, hogy kiskosarat tolnak. A patkányok egyébként élvezik a velük való foglalkozást. A patkányok nagyon tudnak unatkozni, úgyhogy mindig kössük le őket, foglalkozzunk velük amennyit csak tudunk, ezért a gazdi és a patkány között egy nagyon erős kötelék alakulhat ki. A világméretű vándorlásuk igazán a 18. században beköszönő tengeri hajózásnak köszönhető. A 18. században szinte a világ minden pontjára indult teherhajó, jött-ment, elképesztő hajózási robbanás indult el, és minden hajón akadt azért néhány potyautas patkány személyében, ahol a kikötő hajó az éppen aktuális városba, szigetre, a patkány már be is telepedett, kimászott szépen a hajókötélen, nagyon-nagyon jól tudnak mászni, ahogy már az előbb mondtam, kimásztak a kötélen, kikötés után is megkezdték az életüket, meghódítani a szigetet, illetve az országot. De nem csak így, hanem a patkány nagyon jó úszó, 3 napig képes úszni megállás nélkül, és mindamellett akár percekig is képes visszatartani a lélegzetét. Nagyon fontos számukra a víz jelenléte, ezért a természetes felszíni vizeink mellett rendszeresen láthatunk patkányt, hogyha jobban figyelünk. Sziasztok, reméljük tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra, YouTube-on Kisállatlexikon vagyunk, TikTokon, Facebookon túrázó, Instán túrázó állatkert, és reméljük, hogy a patkányokról egy csomó hasznos infót tudtatok. Gyártunk majd még több patkányos videót, addig is nézzetek, és köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!